Ez Demecser Belvárosa Kora délután sokan a városháza előtti buszmegállóban várakoztak. A lakosok közül akadtak olyanok, akik nem is hallottak a helyi testület feloszlásáról, de volt aki igen. Annyit tudunk, amennyit kommunikáltak, hogy érdekellentét van a képviselőtestület tagjai meg a polgármester úr között. Aztán, hogy ez miben nyilvánul meg ezt az zárt testületi ülések miatt igazándiból nem tudjuk. Megkerestük a testület feloszlatását kezdeményező négy képviselő közül Mák Jánost. Ő nem akart kamerán kell állni, viszont elmondta, hogy azért oszlatták fel a képviselő testületet, mert nem tudnak együtt dolgozni a polgármesterrel, nyilatkozni pedig azért nem akarnak, mert nem szeretnének sajtóhadjáratot indítani. Mák János édesapja a település korábbi alpolgármestere azonban nyilatkozott stábunknak. Én úgy ítélem meg, hogy a konstruktivitás hiányzott, az együtt, a korrekt együttműködés. Sajnos ez a polgármester Váradi László is beleesett abba a hibába, amiben sajnos sok polgármester Magyarországon, illetve látjuk Szabolcs megyében is több képviselőtestület feloszlott, hogy megy a maga feje után, és nem mondja be megfelelő módon a képviselőtestületet. Közmunkások térköveznek Demecserben, a kisváros folyamatosan szépül, fejlődik, a hétfői testületi ülésen pedig további fejlesztésekről is döntöttek a képviselők. A jegyző televíziónknak elmondta, többek között arról határoztak, hogy pályázatokat nyújtanak be a közeljövőben, hogy fejleszék az önkormányzati konyhát, felújítsák az óvoda területén található régi kastélyt, az egykori keményítő, majd kólagyár területét is hasznosítanák egy úgynevezett pályázat keretében, ám a testületi ülésen nem csak pozitív döntések születtek. A képviselőtestület 6 plusz a polgármester létszámból áll, így négy főnek kell lenni ahhoz, hogy egy önfeloszlatást a testület kimondjon. Ez a négy fő jelen esetben Demecserben is megvolt. A négy képviselő egyhangulag az együttműködés hiányára okot adva kezdeményezte a feloszlatás kimondatását, és négyen meg is szavazták a három kisebbséggel szemben. A folytatása a következő, a testület határozat után a HÉ választási Bizottság összeül, és a törvény által biztosított határidőkön belül kijelöli azt a napot, amikor a választást meg kell tartani. A választási bizottság ma délután döntött, ennek értelmében az időközi választást július 31-én tartják majd demecserben, a településen polgármestert és képviselőket választanak.